Duális képzés az egyetemen, vagyis hetente akár 3-4 napot is egy cégnél egy üzemben tölthet például egy mérnök hallgató. A gyakorlatban elsajátított tudás előny a munkaerőpiacon. Hangzott el a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol a duális képzésről tartott a konferenciát. Ennek nyilván legfőbb kedvezményezettjei a hallgatók lesznek, hiszen nem úgy kerülnek ki a munkaerőpiacra, hogy nincs tapasztalatuk. Legnagyobb gond mindig az, hogy valamiféle szakmai tapasztalatot várnak el a munkaadók, és hogyha ezzel nem rendelkezik a hallgató, akkor hátrányba kerül. Így aztán részben a duális képzés, részben pedig mindazok az egyéb együttműködések, amelyek a gyakorlati tapasztalatokat hozzák be a képzésbe, azok prioritást élveznek. A Pécsi Egyetem műszaki karán a diákoknak egy fél évük van, hogy kiválasszák a nekik megfelelő céget. Szeptember és december között van lehetőségük a hallgatóknak arra, hogy megismerjék azokat a vállalkozásokat, amelyek duális képzőhelyeként kínálnak nekik lehetőséget, és egy kicsit közelebb kerüljenek ehhez az egészhez, tisztában legyenek magával a fogalommal, milyen előnyökkel, milyen hátrányokkal jár. Azt gondolom, hogy már érzékelik, és tisztában vannak ennek az előnyeivel. Évente mintegy 120 hallgató vesz részt a karon duális oktatásban. A helyi iparkamara segíti a felsőoktatási intézményt és a cégeket abban, hogy együtt tudjanak működni a duális képzés területén. Szorosan együttműködött a Pécsi Tudományi Egyetem a Pécs Baranyai Gazdaságfejlesztői Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, valamint a vállalkozásokkal. Próbáltuk támogatni a pályaorientációt, hogy minél szélesebb körben ismerjék a szülők, a diákok, a leendő hallgatók, hogy van lehetőség duális felsőoktatási képzésbe is járni, és olyan speciális kompetenciákra szerteni, amit csak a duális képzés során lehet megteremteni, vagy megszerezni. A Pécsi Tudományegyetem és a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tulajdonában lévő Pécs Baranyai Gazdaságfejlesztői Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciuma az elmúlt 4 évben közösen valósította meg a duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen című pályázatban vállalt feladatokat. A projekt tapasztalatairól tartottak konferenciát az Iparkamaránál pénteken.